A szezon előtt a bajnoki döntőt célozta meg a Nyíregyháza Tigers a hazai amerikai futballbajnokság legmagasabb osztályában. Az alapszakasz 2 győzelemmel és 3 vereséggel a 4. helyen zárta a 4 tengeren túli játékossal megerősített együttes. Az elődöntőben a Budapest Cowboys jobbnak bizonyult a Tigriseknél, akik számára így álom maradt a finálé. A klub elnöke Szépe József úgy döntött, hogy 3 év után távozik posztjáról. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent elértünk közösen. Én nagyon szépen köszönöm Bora Tamásnak és az egész csapatnak azt a fajta támogatást, amivel segítették a közös munkát, és az ő részüket beletették. 3 év alatt 3 elődöntőt játszottunk, rendre ott voltunk a kiemelt ligában, egyedüli vidéki csapatként, mint esélyes. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy a Tigers utat mutatott az amerikai légiósok beépítése és alkalmazása terén az egész országnak, és az biztos, hogy a csapat nélkül nem lehetett volna az én munkám sem ilyen sikeres, úgyhogy én a fiúknak nagyon-nagyon köszönöm. Az elődöntő után megnevezték azokat a játékosokat, akik közül kikerülhet a szezon legértékesebb támadó, illetve védőjátékosa. Utóbbi kategóriában 3 amerikai futballista mellett a nyíregyházi Pápa Szabolcsra is voksolhatnak a szakemberek és a szurkolók. Én mindig nyilván a maximumot próbálom nyújtani a pályán, aztán volt egy sérülésem, már az utóbbi 2 meccsben ez akadályozott, de hát hál' Istennek így is örülök, hogy az év jelöltje lettem. A Miskolc Steelers és a Budapest Cowboys július 19-én játssza a bajnoki döntőt. A mérkőzés félidejében adják majd át a legértékesebb játékosnak járó díjakat. A Nyíregyháza Tigersnél pedig a klub júliusi közgyűlésén dől el, hogy kilép a távozó Szépe József helyére.